De aztán egyszer csak jött Istennek az ereje, és megszabadított őt teljesen ettől. Előtte Isten nélkül erre képtelen volt. Isten ereje viszont benne ezt képesítette. Ez nem a fecának volt az ereje, hanem Isten maga. És egy kicsit ez vezet át a második dologhoz, tehát elsősorban az üdvösségnek a megértése, ez egy értelmi, intellektuális dolog, de nem kell hozzá semmilyen nagy agy igazából, csak a büszkeségünket kell, hogy megengedjük, hogy Isten Isten legyen, azaz ő nagyobb nálunk, és mi pedig teremtettek vagyunk. Ő a teremtő, mi pedig a teremtettek. Ez ugyanolyan dolog, mint ő egy fazekasnál, fazekas mester, és én pedig az agyag. Ennek az elismerése egy elég fontos dolog ezzel kapcsolatosan. És másodszorban pedig, miután ezt megértettem, üdvösségem van, meg kell engedjem, hogy Isten az életemet teljes mértékben elkezdje áthatni, átitatni, és az életemben elkezdjen ő úgy munkálkodni, és ezt tudjuk leginkább megismerni a Biblián keresztül, és az imádságon keresztül. És egyszerűen a Szent Szellemben való betöltekezés az ugyanolyan, körülbelül ugyanolyan dolog, mint a megtérés. A megtéréssel végül is valami olyan dologba lépek bele, ami lehet, hogy kockázattal jár, mert nem tudom, hogy mi van a ajtó túlsó oldalán, de azt tudom, hogy ez jó, mert egyébként az ember nem teszi meg. Tudom, hogy jó, ezért megteszem, ezért kész vagyok, hittel kimondani, hogy igen, szüksége van Istenre, és szükségem van az ő megváltására, és igen, én és Krisztussal akarok járni. Amikor ezt valaki hittel, mert ez nem látható dolog, mégis hiszek benne, hittel rálép, üdvössége van. Amikor én befogadom, azt mondom, hogy drága Szent Szellem, szükségem van arra, hogy az egész életemet betöltsed és átjárja, akkor egyszer csak Isten elkezdi az életünket átjárni, és elkezdi teljesen uralmálni. Ez nem biztos, hogy egy pillanat élménye, De ha ezt megtesszük, egyszer csak Isten megrázza az életünket, és érezni fogjuk, hogy olyan erővel, olyan szeretettel, olyan kegyelemmel tölt el Isten, amit emlőleg nem tudok fogadni. Szóval mindez a másik oldalon megközelítve, az Istennel való kapcsolat az mindig hittel jár. Hit pedig azt jelenti, hogy egy nem láthatóba betett bizalom. A 2000 évvel ezelőtt meghalt Krisztus. Ezt ma ez nem ismétlődik meg a történelemben. Viszont hitáltal én a 2000 évvel ezelőtt bekövetkezett eseményt magamra nézve is igaznak tartom. Ez a hit. De Isten országa hitáltal működik. Viszont a hitáltal a nem látható látható lesz. Eddig, aki mondjuk én bankrabló voltam, nem voltam, de tegyük fel, az voltam, hitáltal megváltozok. Nem azért, mert az igazságszolgáltatás kirolja rám a 20 év börtönbüntetést, hanem mert a szívemben változik, mert a Isten belép az életembe és megváltozik. Ez az, amiért egy társadalom, én hiszek abban, hogy például Újpestre is nem azért jöttünk, hogy mi te legyünk el, danolászunk itt az Isten tiszteleteinkkel, meg nyomjuk a sódert. Egyáltalán nem erről szól. Arról szól, hiszük azt, hogy bejöttünk ide a területre, és itt vannak más keresztények, és ezeket üdvözöljük, és örülünk nekik. Akikkel együtt tudunk dolgozni, szeretnénk együtt dolgozni, és szeretnénk, ha az emberek a körülöttünk levők megismernek Jézust. Nem azért, mert erőszakkal meg akarjuk téríteni, ez engem nem érdekel ez a része, hanem engem az a része érdekel, hogy bennem ez megváltoztatott valamit radikálisan. És tudom azt, hogy egy társadalom nem tud megváltozni külső kényszerek mentén, csak a belső szív megváltozása révén. Újpest azáltal tud megváltozni igazából, hogy egyre több ember tér meg Jézushoz, aki maga szeretet, aki tudja neked, mi a jó és mi nekem jó. Tudja az életed, mitől lesz áldott és mitől vagy átokalott. Meg tud menteni, meg tud gyógyítani, helyre tud állítani, meg tud szabadítani egy csomó pánikbetegségtől, rengeteg ember fél. Rengeteg ember pánikbeteg, rengeteg ember valamilyen... Miért pánikbetegek az emberek? Szóval nem találják saját maguk, szóval úgy... Azért, mert Isten nélkül az emberek tele vannak torzulással, mert tele vannak félelemmel, mert nem működünk jól. Isten nélkül nem működünk jól. Vagy igen? Mitől van ez a sok nyomorúság? Mitől nem tudnak az emberek például kapcsolatokban élni?
De mára kezdünk elfelejteni, azt se tudjuk lassan, mi a család. Azt se tudjuk, mi az identitás. Ez kétségtelen változik az idő, csak kérdezem én, hogy ez egy épülő, vagy egy degenerálódó, leépülő helyzet. Az én véleményem az, hogyha nem találjuk a boldogságokat, nem örülünk az életnek, félünk dolgoktól, félünk egymástól, öngyilkosok lesznek az emberek. Ez egy jó folyamat? Nem hiszem. Szerintem ez egy degenerálódás. Tehát egyre inkább jelen van, vannak olyan erők, amelyik erők az embert próbálják tönkretenni, kirabolni, lenyúlni, félelemek közé vinni, megölni. Igazából ebből a Biblia sokat beszél. Tehát világossá teszi azt, hogy valójában az emberek kevesen tudják ezt, mert a láthatók szerint gondolkodom. De valójában van egy szellemi harc, van egy nem láthatókban dúló harc, amelyik arról szól, hogy az embereknek a megnyeréséről szól. Vagy megnyerek valakit mondjuk a drognak, és akkor a drogosok 80%-a idő előtt meg fog halni. Megnyerek valakiket annak, hogy a családban ne tudjanak együtt munkálkodni, a büszkeség az sokkal erősebb dolog legyen, vagy az én érdekeim, vagy pusztuljon és tűnjön el innen az életemből, és nem tudnak kapcsolatokban élni, ezért nincs szeretet, nincs elfogadás, nincs biztonság, és ez beleviszi mondjuk egy karrier hajszolásba, lehet, hogy gazdag lesz, mert azt te is tudod, én is tudom, a legtöbb öngyilkosság, a legtöbb depresszió, a legtöbb nyomorúság a gazdagok között. Több van, mint a nincstelenek között. Persze nem mondtam, hogy a nincstelenség az egy jó állapot, csak arról beszélek, hogy önmagában ez egy nagy becsapás, hogyha van elég értéken megvehető pénzbe kifejezett értéke, akkor az az életem megbetésű, egyáltalán nem így van.